Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves megemlékezők! Mezőtúrváros önkormányzata nevében tisztelettel köszöntöm Önöket az Aradi Vértanúk emléknapja alkalmából megrendezésre kerülő városi megemlékezésen. Tisztelettel köszöntöm Boldog István országgyűlési képviselőt és Batta Attila Viktort mezőtúrváros alpolgármesterét, valamint a megjelent megyei és városi előjárókat, önkormányzati képviselőket és a történelmi egyházak képviselőit és minden tisztelt megemlékezőt. A megemlékezés kezdetén kérem Önöket, énekeljük el közösen a himnuszt. Kérem Kudlacsek Zsigmondot, a mezőtúri református kollégium tanárát, PhD doktoranduszt, mondja el emlékező gondolatait. Üdvözlöm a tisztelt hallgatóságot. A megemlékezés alkalmából egy kis történelmi háttéri megvilágítással szeretném kezdeni. Ugye Magyarországon a 19. században elsősorban a társadalmi, gazdasági és jogi átalakulás volt a napirenden. Tehát gyakorlatilag a hadsereg fejlesztése és a komoly katonai üterő létrehozása nem szerepelt a tervek között. Hogy erre mégis sor került, ez elsősorban a Habsburg udvarral való kapcsolatbeli nehézségek okozták, nevezetesen, hogy a udvar a békés megegyezést elhárította, pedig erre magyar részről többször is történt kísérlet. Elég csak Batthyány Lajos és Deák Ferenc többszöri bécsi tárgyalásaira vagy tárgyalási kísérletére gondolni, vagy Windisgate-szel is próbáltak szót érteni, de a Habsburg udvar ezt a kérdést erőből akarta elintézni. A magyar politikai elit abban az időben úgy gondolkodott, hogy felmerült az úgynevezett nagy német egységnek a lehetősége, ami azt jelentette volna, hogy Ausztria vezetésével létrejön egy erős nagy Németország. Nyilvánvaló, hogy Magyarország ebbe a birodalomba nem tartozott bele. Érdekes megemlíteni, hogy kevesen tudják, hogy Magyarország jogilag mindig független volt. Tudjuk, hogy ténylegesen ez nem így volt, de a magyar törvények értelmében ilyen soha nem volt, hogy Magyarország bármelyik országtól függne se. Ez a pragmatika szankció is hangsúlyozza Magyarország különállását. 1791-es 10. törvényszikk is, és mikor 1804-ben Ferenc császár pátenst adott ki, ő is hangsúlyozza, hogy Magyarország különáll a birodalomtól. Ezt a logikát akarták követni a magyarok is, hogy létrejön egy egységes német birodalom, és ez mellett egy önálló Magyarország.
a természetesen a personál unió, tehát az uralkodónak a személye közös legyen, ezt fenn akarták tartani a magyarok, méghozzá ugyanabból az elgondolásból, mint annak idején a Habsburg uralkodókat meghívták a magyar trónra, akkor a török birodalomtól való félelembe és azokkal szembeni segítségnyújtásokán akarták a Habsburg segítséget. Ebben az időben viszont már a oszmán birodalom ugye hanyatló állapotban volt, de megjelent egy új, félelmetesebb ellenség, a orosz cári birodalom, amely igen fenyegetően terjeszkedett, és a magyar politikai vezetés úgy ítélte meg, hogy nekünk továbbra is szükségünk van a Habsburg uralomra egy esetleges orosz támadás elhárítására. Éppen ezért volt a bécsi udvarnak túlzó a félelme, amikor Magyarország elszakadásától rettegtek, mert maga Kossuth Lajos is azt mondta, hogy a két nagy birodalom összecsap, nem kérdés, hogy mi kinek az oldalán fogunk állni. A másik probléma, amit megint a Habsburgok elhamarkodott, bécsi udvar elhamarkodottságát jelzi, hogy a magyarokkal szemben a nemzetiségeket uszították, és rövid távon kétségtelenül, hogy kellemetlenséget okoztak a magyaroknak, sőt, hát véres tragédiák történtek Erdélyben és Délvidéken, de hosszú távon viszont nagyon visszaütött ez a politika, mert sok nemzetiségű birodalom, épp az lett volna a cél, hogy a birodalom népeit, azokat a tényezőket erősíteni és hangsúlyozni, amely ezt a formációnak az összekötetését, a megerősítését, az együttműködését szolgálja. Ez a véres háborúk azonban olyan lelkisérüléseket, gyűlöltségeket rögzítettek a különböző etnikai csoportok között, amely elősegítette később 1918-ban az egész birodalomnak a széthullását. De hát a magyar résztől volt készség a megegyezésre, és gyakorlatilag ez a háború ránk lett kényszerítve, mert Magyarország a törvényes jogait védelmezte, és a tekintettel arra a délvidéki szerb lázadás, sőt a véres események miatt Batthyány Lajos már elkezdte a hadseregnek a szervezését. És ez a hadseregnek a szervezése, hát igen, neves és nívósra sikerült, hiszen Magyarországnak sikerült megállítani Pákoznál a horvát erőket, és később túlélve a kemény téli hadjáratok vereségeit, a magyar hadseregnek sikerült visszavetni az osztrák határig a Habsburg hadsereget. Ha belegondolunk, hogy Magyarországnak sikerült mind a nemzetiségeket megfékezni, mind egy európai nagyhatalom katonai erejét, egyenrangú hadsereget felállítani, ez igen példás és ritka teljesítmény volt. Egyes mozdulatait a katonai eseményeknek még az amerikai katonai akadémián a West Pointon is tanítják. A nagyobb publicitást azért nem kap a 48-49-es szabadsághoz katonai történet a nyugaton, mert ugye hat technikában nagy újítást azért nem hozott, és által mindig az újításokra szoktak oda figyelni. Érdekes még megemlíteni, miközben a magyar hadsereg végül is a Habsburg, tehát egy erősen német jellegű birodalom ellen küzd, harcol. A hadseregben bőven vannak olyan nevű emberek, mert Görgeinek a vezérkari főnöke Bayer, a következő ugye Aulik Lajos, Leiningen-Westenburg Károly, Pöltenbergenő, Schweider József, Láner György, akik ugye német eredetűek voltak, sőt ketten nem is magyarországi születésűek, úgy mint Leiningen-Westenburg Károlynak a felesége volt magyar, Pöltenberg Ernő tábornoknak pedig a felesége ugyan lengyel volt, őt ide vezényelték Magyarországra, és többször kért, hogy helyezzék át, de ezt a kérését nem teljesítették, ennek meg az lett a következménye, hogy mivel tehetséges ember volt, egyre magasabb pozícióba jutott. Tehát világossá vált a tavaszi hadjárat során 1849-ben, hogy Magyarországot Ausztria saját erőből nem képes legyőzni, és szerencsésebb lett volna mégis a kiegyezést megvalósítani, már csak azért is, mert sokkal kevesebb véráldozattal és szenvedéssel el lehetett volna érni egy 1867-es kiegyezéshez hasonló állami formációt, de Ausztria nem volt partner, és azt a megoldást választották, hogy Miklós cárhoz fordulnak segítségért. Miklós cár kész volt segíteni, egyrészt a forradalomtól való általános félelem Európába vezette, a másikok meg a magyar hadseregben sok lengyel szolgált, tudjuk Bem József, Dembinski Henrik, Visovszki József, most a legnevesebbeket, legismertebbeket soroltam csak fel, és félt, hogy az orosz birodalom felé is átterjed a lengyelek révén ez a mozgalom. Ezért is avatkozott be.
és gyakorlatilag 200 000 orosz katonát küldött Magyarországra. Innentől kezdve a katonailag a helyzet nagyon komoly és nagyon nehézé vált. Tételezzük fel, hogy a magyar hadsereg ezzel a haderővel is megbirkózik, de gondoljunk bele, hogy Hermann Rover kutatás alapján az orosz hadsereg ebben az időben 1 millió főből állt, tehát ha még szétverjük és legyőzik a bevonuló orosz sereget, még mindig lett volna bőven újabb erő, amely a cár át tud dobni Magyarország felé. A hadműveletek során, amikor a magyar hadsereg visszavonul, a terveik, az, a görgeik, a magyar hadvezetés azt szerette volna, a komáromi erőt körül összpontosul a magyar hadsereg, Európa egyik legjobb erődje volt abban a korban, és komoly, kemény küzdelmet jelentett volna annak a elfoglalása. Ráadásul sajnálatos módon, hogy egy olyan gondolkodásmód uralkodik a világon, ugye, hogy az ember életet kevesebbre becsülik, mint az anyagi értéket, és egy várnak az elfoglalása, az mindig a várnak a lerombolásával, értékek, anyagi értékek pusztításával jár, tehát azt helyre kell hozni, befektetés jelent. Ellenben ugye emberi életet kevesebbre becsülték, egy nyílt mezőn legyőzni hadsereget, az kevésbé számít. Épp ezért tudott később Klapka György megegyezésre jutni a Habsburgokkal, és kegyelmet kapni, és aki akarta, elhagyhatta Magyarországot, mert neki alkuból adó volt a kezében egy erőd, amelynek a parancsnoka volt. Ilyennel viszont Görgei Artúr nem rendelkezett. A tárgyalások során végül is a politikai vezetés úgy döntött, hogy nem Komárom körül összpontosítanak, hanem a délvidéken. Hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert gyakorlatilag a hét bevonuló hadsereget, az osztrákot, meg az orosz szinte húzták maguk után egy helyre. Görgei Artúr ugye július 2-án Harkály pusztánál megsebesült, méghozzá oly módon, hogy a csata közben észrevett egy orosz hadosztályt, hogy támad, és azért ne feledjük el, hogy az osztrákok nem csak azért tudtak győzni, mert Paskievics tábornok bevonult 200 000 katonával, hanem azért, mert egy Panyutyin nevű hadosztály az osztrákokhoz közvetlenül be volt osztva. Tehát a saját csatáikat is orosz segítséggel nyerték meg. És Pöltenberg tábornok rohamozott, és ugye akkor nem lévén még ilyen komoly kommunikációs eszközök, Görgei észrevette és indegetett felé a kalapjával, hogy vegye észre a Panyutyin hadosztály támadását, és észrevették Tüzérek és Lapnerre rálőttek Görgeire, és a koponyáját felhasználtak egy gránát. És ő még estig lovon vezette a csatát, este ugye megnézték a sebét, és hát olyan súlyos volt, hogy az agyvelő látszott a koponyán, hogy felhasította a gránát. És megműtötték, hát elég jó sikerült a műtét, hála jó Istennek, mert 1916-ig élt Görgei Artúr, 98 éves korában halt meg, és még idős korában németek tisztelő koncertet adtak neki, azért, hogy ő is harcolt a cári birodalom ellen. És Görgei Artúr, ha belegondolunk, 9 nappal később ilyen állapotban lóháton vezette a csapatait. Adott egy parancsot, amivel nem értett egyet, hogy le kell vonulnia Aradra. Na most ezt a parancsot úgy hajtotta végre, hogy volt, amikor seblázba feküdt, magához tért, elmondták neki, hogy mi a helyzet, ő elmondta, hogy ilyenkor mit kell csinálni, majd visszájult, végrehajtották a parancsait, ment tovább, szekélyen vitték, majd újra magához tért, megint elmondták, hogy mi a helyzet, megint megmondta, hogy mit kell csinálni. Természetesen egyre jobb állapotba került, erre mondta Mikszáth Kálmán, hogy más ilyenkor haláltfélemtől remegve feküdne az ágyba, és minden megtenne a gyógyulásáért. Görgei Artúr pedig ilyen állapotban is vállalta a hadsereg vezetését. És olyan ügyesen manőverezte végig a magyar hadsereget az orosz hadtestek között, hogy Miklós cár egy magyarázatot kért Paskievicstől, hogy milyen alapon történhetett ez meg, hogy vitéz csapataim között Görgei keresztül vonult. A másik hadtest, inkább seregtest, magyar sereg, az Dembinszky Henrik vezette, ő egyetlen dologhoz értett nagyon, a visszavonuláshoz, és Budától olyan gyorsan hátrált Szeged felé, hogy szegény Hajnau lógó nyelve loholt utána, hogy utol tudja érni, és hát a szegedi sáncrendszert is feladta, és a találkozás Görgeivel az Arad környékén lett volna. Csak hogy miközben Görgei ilyen fizikai állapotban oda tudott érni nagyjából a jelzett időpontba Aradra, addig Dembinszky nem Arad felé indult el Szegedről, hanem Temesvár felé. Most az mindig hasznos, hogy hadsereg mögött egy erőd van támaszként, de ez a Temesvár egy aprócska kis probléma volt, hogy osztrák kézen volt.
Megérkezik Temesvár felé, és Dembinszky vonulna tovább. És megjön Bem, aki igen hősesen harcolt Erdélybe, gerilla harcokat, tehát igen karizmatikus és eredményes vezető volt, átvette Dembinszkytől a főparancsnokságot. És Bemnek a jellem az volt, hogy megjöttünk, akkor azonnal támadunk. Csak hogy nem egyeztettek Dembinszkyvel egy-két dologba. Hátra küldte a lőszert és a puskapor nagy részét Dembinszky, és ezt nem közölte Bemmel. Bem ilyen állapotban csatát vállalt, mert fel se tételezte, hogy Dembinszky ekkora hibát követ el. És a csata kellős közepén elhallgattak az ágyuk, mert elfogyott a lőszer meg a puskapor. Bem ezt úgy próbálta kompenzálni, hogy szuronyrohamot meg lovasrohamot indított az osztrák állások ellen, hogy vágtatott előre, felbukott a lova és kulcsontörés szenvedett, és a katonák azt hitték, hogy Bem József meghalt és pánik tör ki. A hadseregben mindig a lélektan is nagyon fontos, mert ugye most viszonylag nyugodt körülmények között itt emlékezünk, de ott az embernek az életéről van szó, és ahhoz azért kell önuralom, hogy akkor is higgadtan tudjon cselekedni, és ugye itt pánik tört ki. Most, és Temesvárnál gyakorlatilag 60 ezer emberünk szétfutott. Most ez azért volt tragikus, mert ugye tudjuk, hogy Görgei nagyjából 30 ezer emberrel rendelkezett, ez a 60 ezerrel együtt már 90, majdnem 100 ezer ember. Tehát megint nagyobb alkupozíció lett volna a fegyverletételre, és vannak olyan források, hogy Bécsbe terveztek is ilyen, hogy amnestiát adnak, de amikor megkapták a hírt, hogy a 60 ezer katonát szétvertek, már jóval kevesebb súlya volt Görgei 30 ezer emberének, mint a két sereg egyesült volna, ráadásul esetleg egy erőt környékén. Tehát Kapkának azért sikerült tárgyalni, elmondtam, hogy alkupozícióban volt, Görgei viszont nem. Meg is kérdezte Kossuth, hogy mit fog csinálni Görgei Artúr abban az esetben, ha győznek Bemék. Azt mondta, csatlakozok hozzá, és neki megyek az osztrákoknak. Azt mondja, veszélyt, akkor meg leteszem a fegyvert. Most Görgeit ugye kikiáltották árulónak, most arról szól a történet, hogy a észszerűség határáig a rendelkezésére álló erőkkel mindig kitartott. Volt ekkor már egy napra való lőszere, tehát 30 ezer emberrel teljesen értelmetlen volt egy öncélú mészállásba belemenni. A oroszok viszont nem voltak hajlandók a magyar politikai vezetéssel tárgyalni, ezért kénytelenek voltak Görgeit úgymond diktátorrá nevezni, hogy valamilyen jogcímen tárgyaljon és leteszi a fegyvert. És hát éppen Mikszáth írt ezt is, hogy a teljhatalmat adtatok Görgeinek, ne legyetek nevetségesek, milyen teljhatalom ez, amikor majdnem tízszeres ellenség zárja körül egy napi lőszerkészlettel a sereget. Egyetlen lehetőség volt, hogy letegye a fegyver. És hogy az oroszok előtt tette le, annak két oka volt. Az egyik az, hogy Julius Hajnaunak a terve az volt, hogy minden volt császári és királyi katona tisztet, aki a magyar hadseregbe szolgált, azonnal kivégezteti. Ez volt az egyik probléma. A másik probléma meg az volt, hogy a világnak meg akarta mutatni Görgei, hogy Magyarországot egyedül orosz segítsége volt Ausztria képes legyőzni, és ezt nemzetközileg is demonstrálni akarta. Ki is jelentette az oroszoknak, csak abban esetben teszi a fegyvert, hogy osztrák a közelben nem jön, ellenkező esetben a végsőkig ellenáll, és így sikerült letenni a fegyvert. Ugye világosnál 1849. augusztus 13-án. A következő dolog, még érdemes megemlíteni, hogy a radikálisabbak, ugye Kossuth menekül ki Törökországba, Percelmór, Madarász László, Bem József, és a mérsékeltebbek itthon maradnak, habár Aulik Lajos mondta, hogy uraim, én ismerem Ausztriát, lógni fogunk, hát igaza lett, ő is egy nagyon kiváló tábornok volt, és nagyon nagy tehetség, ugye Pest környéken a tavaszi hadjárat végén elhitette, hogy 60 ezer magyar katona támad Pest felé, miközben 12 ezer embere volt, és azért sikerült Nagysaló és Komárom felé egy bekerítő hadmozdatot végrehajtani. És az oroszok nagyon udvariasan bántak velük, nagyon lazán őrizték őket, és hát ezt inkább arra szánták, hogy gyorsan aki tud lépjen le, de félreértették a magyarok, és azt hitték, hogy biztonságban vannak. Ennek következtében ugye hát nem menekültek át, majd átadták őket az osztrákoknak, és még Aradon is az ottani parancsnok mondjuk úgy, hogy eléggé lazán kezelte az őrzést, mert a foglyoknak azt mondta, hogy jó, csukják be az ajtót a börtönben, nehogy kiszökjön az őrség. Tehát eléggé mérsékeltek voltak, egész addig még ugye a hadbíróság elé nem állították ezeket a magyar tábornokokat, és amennyire én tudom, akik halálra ítélték őket, maga bíróság tagjai, és úgy tudták, hogy kegyelmet fognak kapni, csak egy ilyen szigorú fenyítés lett, hogy halálbüntetést kapnak, és nagy részük kegyelmet fog kapni. Hát nem ez történt. És ugye Hajnaunak ugye jó vagyta kivégzéseket. Hát az ő sajátos lelkületét jelzi,
hogy négyen kaptak kegyelembű golyó általi halált. Ugye Kisernő altábornagy, aki nagyon gazdag ember volt, és hitelezett sokszor pénzt Hajnaunak, és a rossz nyelvek szerint azért végeztette ki Kisernőt, hogy ne kelljen megadni az adósságot. Hát nem biztos, hogy ez volt az egyetlen szempont, de minden esetre egy ilyen viszony is volt a Kisernő és Julius Hajnau között, hogy Hajnaunak a hitelezője volt a Kisernő. Ugye akkor Dezsőfi Arisztid, Schweider József és Lázár Vilmos kegyelemből golyó általi halálra ítélték és kivégezték. A következő 9 tábornokot viszont kötél általi halálra ítélték, és aki végrehajtotta az ítéletet, Franz Bot Hóhér volt, akinek súlyos problémái voltak, nevezetesen, hogy megállapodott a Hajnauval, hogy mennyi lesz a fizetése. Hát akkor is volt infláció, és közben eltelt több hónap, kevesebbet ért a pénz, és rendkívül nehezményezte, hogy a munkájára nem a megfelelő juttatást kapja. A kivégzéseket úgy intézték, hogy akire minél jobban haragudott az osztrák hatalom, azt hagyták legvégül, hogy nézzék végig az egész folyamatot. A két embernél volt különösen probléma technikailag, az egyik Pöltenberg ernöki alacsony zömög, rendkívül vastagnyakú ember volt, de a Hóhér nem bírta eltörni az atlasz csigonyát, ezért rázorított a kötet és megfojtották. A többieknél ez ment, és a kivégzés, és a másik a problémás, még Damjanics János volt, aki ugye egyetlen csatát se vesztett, azóta is a történészek eljátszadoznak a gondolattal, hogy mi lett volna, ha nem töri a lábát, és hadsereget vezet az orosz betöréskor is. Most a Damjanics János olyan 190 centi, 140 kilós ember volt, és akkor többféle nehézség merült fel, ugye törött volt a lába, ugye nagyon magos volt, ráadásul neki is rendkívül vastag nyaka volt, következésképpen nagyon megszenvedett ő is a halálért, mert gyakorlatilag őt is megfojtotta a Hóhér. Az utolsó Vécsei Károly volt, akit kivégeztek róla, meg azt kell tudni, hogy a saját a saját apja halálbüntetést kért a fiára puszta császárhűségből. Ugye Vécsei ment az akasztóf alá, és távolról nézték gyerekek egy disznó tetejéről, hogy mi történik, és valahogy a disznó teteje beszakadt. Vécsei állt a kötél a nyakába, azt úgy oda nézett, a Hóhér abban a pillanatban végezte ki. Tehát lényegében ez történt ezekkel az emberekkel, akik nagyon példásan viselkedtek. Pöltenberg akasztása, őt még is mondta, hogy micsoda fényes küldöttség megy most a Mennyországba a magyarok érdekébe. De hát ugye általában eléri a bűn önmagából ugye a büntetést. Ugye Julius Hajnaut leváltották, és ugye a kőszi ember fiaiba úgy is szerepel, hogy utolsó intézkedéseiben nem a neki kiszolgáltatott embereknek súlyt le, hanem kegyelmet ad, annak egy csak tud. És utána ugye kapott birtokot, ami a népi humor úgy mondta, hogy falakból is vér folyik, és járt nyugatra, és elkövette azt a meggondolatlanságot, hogy több helyen beírta a vendégkönyvbe a saját nevét. Erre volt, hogy felismerték, azt úgy megverték, hogy volt egy kalapos műhelybe kellett, egy kalapos üzletbe kellett bemenekülnie. És utána ugye a magyar kultúra asszimiláló ereje, hogy később magyar ruhába járt, és többször kijelentette, hogy wir ungar lassen unsere rechte nicht konfiszkieren, tehát most jön a lényeg, mi magyarok nem hagyjuk magunkat jogainkba korlátozni. Kérem szépen, ez Julius Hajnau mondta. Pár évvel a kivégzések után, mikor a Magyarországnak a Hóhéra volt. És magyar urakkal társalgodott, magyar ruhában járt, hát túl sokáig nem élvezhette a vagyont, mert 1853-ban meghalt. Tehát a politikai vezetés mellesleg nem alaptanulul rátolta Hajnóra a bűnöket, és ugye Ferenc József ről ugye mondták, hogy nem tudott róla, nem így akarta, tehát ment ez a politikai körítés. És ez egy újabb olyan döntés volt bécsi udvarnak, amit mondtam, a radikálisabbak időbe távoztak, a mérsékeltebbeket kivégezték, de viszont a osztrák-magyar viszonyt ez is szintén hosszú távon megterhelte. Tehát ismét mondom, sokkal egyszerűbben, mondjuk igaz akkor, hogy a magyar honvédségnek nem lett volna a hősiességét ilyen szinten alkalma bizonyítani, de sokkal egyszerűbben, kevesebb szenvedés árán sikerülhetett volna egy már kiegyezés 1849-ben, ami ugye 1861-ben sorra került. De a magyar hadseregnek, a magyar politikai vezetésnek, sőt a magyar nemzetnek a hősies helytállás olyan erkölcsi tartást adott, amely ugye rákényszerítette a hazurokat a kiegyezésre, és nemzetközileg is egész a század végéig elég jó híre volt a magyar népnek. Ez egy külön történet, hogy ez később hogy változik, ez most nem fér bele az időben erről beszélni. És ugye
amikor Ferenc József segítséget kért Miklós cártól, ezzel akaratlanul is a Magyar Honvédség előtt tisztelgett. Nyilvánvaló, hogy a hőseinket meg kell őrizni, mert nagyszerű bátor férfiak voltak, akik a halállal is szembe tudtak nézni, és az egész életükkel azt akarták bizonyítani, hogy hülyek a hazájukhoz, és hogy a céljuk, hogy fennmaradjon ez a nép, ez a nemzet, ez a nyelv, ez a kultúra, ami csak ember él a Földön. Hát bízunk benne, hogy ez így is lesz. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Megköszönöm Kudlacsek Zsigmond gondolatait. Kedves megemlékezők, felkérem a Mezőtúri Református Kollégium 9. B osztályos diákjait műsoruk megtartására. Felkészítő pedagógus Malatinszky Zita. Őszi napok mosolygása, őszi rózsa hervadása. Őszi szélnek búskeserve, egy-egy könyv e szentelt helyre. Hol megváltott, hősi áron, becsületet, dicsőséget, az aradi 13. Az aradi Golgotára ráragyog a napsugára. Oda hull az őszi rózsa, hulló levél búcsúcsókja. Bánat sír a szárazágon, ott alussza csendes álmát az aradi 13. Őszi napnak csendes fénye, tűzre áll fényes égre. Bús szívünknek enyhe fényed adjon nyugvást, békességet. Sugáridon szellem járjon, s keressen fel küzdelminkben az aradi 13. Ady Endre 1898-ban írt versével emlékezünk az 1848-49-es szabadságharc hőseire, köztük a 13 honvédtisztre, vértanúra, akik a küzdelemnek és áldozatvállalásnak a szimbólumaivá váltak. Október 6-án végezték ki az első felelős magyar kormány miniszterelnökét, Battyány Lajost is Pesten. A tábornokok kivégzése bevezetőjét is jelentette egy megtorló hullámnak, amelynek során további mintegy 30 volt honvédtisztet kivégeztek, és 600-at ítéltek halálra, majd kegyelemből sok évi fogságra. Ha a rájuk rót halálos ítéletet elkerülték is, derékba tört életsorsuk. A várfogságban töltött nehéz évek alapján épp úgy október 6-a áldozatai, mint kivégzett társaik. A forradalom és a szabadságharc azonban nem volt hiába való küzdelem. A forradalom előtti állapotokat többé már nem lehetett visszaállítani. És a bukás ellenére a nemzetben nem csak tovább élt, de tovább is erősödött a szabadság és a függetlenség eszméje. Az ország pedig bár hatalmas véráldozatok árán és a nemzeti önrendelkezéstől megfoszva, de elindult a polgári fejlődés útján. Szabadságharcunk letűnt napvilága, te vakító nap a század elén. Nem pazaroltad sugarat hiába, bár vaksötétbe halt meg az égi fény, eszméiden nem győzött az enyészet, örökbe hagytad halhatatlan részed. Fényeddel fényt hint a kereső századokra a 13 vértanú alakja. S ők élni fognak, élni mindörökkön. Szent lesz, örökké szent a sírgödör. Amíg az eszmény ki nem hal a földön, míg magyar szellem még magasba tör, az igét, melyet éltet áldozának, szívébe írták az egész hazának. Utódtól fogja hű utód tanulni, hogyan kell élni, s hogy lehet meghalni. Megköszönöm a Mezőtúri Református Kollégium 9. B osztályos tanulóinak műsorát. A folytatásban tisztelettel felkérem a történelmi egyházak képviselőit, hogy mondjanak imát. Örökkévaló mennyei atyánk, itt állunk most előtted az emlékezés, a megemlékezés órájában. Te tudod, Urunk, hogyan vezeted népünket, sorsunkat hogy irányítod. Egyéni életünkre is gondot viselsz. Köszönjük, hogy te a történelem ura vagy, hogy személyes életünket is te vezeted.
Köszönjük a vértanúk bátorságát, hitét, amellyel kiálltak meggyőződésük mellett. Köszönjük példájukat, hogy volt bennük erő, szilárdság és kitartás vállalni hitük következményeit. Kérünk, segítsd meg népünket, magyarságunkat továbbra is. Kérünk, légy ezentúl is népünk őrzője, megmentője. Az Úr Jézus Krisztusért hallgass meg bennünket. Amen. Imádkozzunk! Élet, Ura, kegyelmes Istenünk, törvényed megszegése miatt ítéletet érdemlünk, de isteni jóságodból mégsem akarod a bűnös halálát. Sokszor könyörtelenek vagyunk még embertársaink iránt is, és világunk készen áll az élet tömeges pusztítására. Magunk és a világ bűnével járulunk eléd, életet keresünk. Adj megtérést a szívekbe, segíts, hogy a múltból tanulva igaz hittel éljünk parancsolataid szerint embertársaink javára. Békéltess meg bennünket magaddal, és juttasd eszünkbe, mikor elhunyt és szeretett emberekre gondolunk, hogy a te kegyelmed a halált is legyőzi mindenkor. Amen. Urunk Jézus Krisztus mondta tanítványainak és követőinek, ránk is vonatkozik. Ha kitartotok tanításomban, valóban a tanítványaim lesztek, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. Annak érdekében, hogy lelkiekben szabadok maradhassunk, az igazságban kell élnünk. Igazságban élni azt jelenti, hogy tanúságot kell tennünk róla a világ előtt minden időben és minden helyzetben. Túlságosan sok vér, fájdalom, könny és szenvedés gyűlt fel Krisztus lábánál ahhoz, hogy ne érkezzék Istentől a valódi szabadság, igazságosság és szeretet adománya. Nemzeti ünnepeinken újra és újra egyformán könyörgünk a mindenható Istenhez. Örök Isten, népek királya, bizalommal hozzád fordulunk alázatos könyörgésünkkel. Tudjuk, hogy mindenkor segítesz a benned bízókon és a hozzád folyamodókon. Te vagy erősségünk és menedékünk. Méltatlanságunk tudatában kérünk, mégis hallgasd meg könyörgéseinket. Mentsd meg minden további veszedelemtől nemzetünket. Vezessd az igazság és béke útján. Törd meg a vakmerő gonoszság erejét. Irányítsd népünk törvényes vezetőit. Adj a családoknak erőt nehéz helyzetükben. Óvd meg ifjúságunkat minden lelki veszedelemtől. Add, hogy őseink és hőseink tiszta hitével és hűségével munkálkodjunk hazánk javára, és így nemzetünk színed előtt irgalmat és meghallgatást találva dicsőítsen téged minden erőnek forrását és jónak adományozóját, s add meg azt is, hogy mindig az igazságot keresve a te utadon járjunk, aki élsz és uralkodol a világ fölött most és mindörökké. Amen. És most az aladi vértanúkkal együtt imádkozzunk hazánkért, miként a mi Urunk Jézus Krisztus tanított minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves emlékezők! A kegyelet az emlékezés koszorúinak, virágainak elhelyezése következik. Koszorú elhelyezésére Mezőtúrváros önkormányzata nevében felkérem Batta Attila Viktor alpolgármester urat, Patkós Évát és Szűs Dánielt önkormányzati képviselőket. Nagykunszolnok megyei kormányhivatal mezőtúri járási hivatal részéről dr. Szűcs Attila hivatalvezető helyettes koszorút helyez el. Koszorú elhelyezésére felkérem Boldog István országgyűlési képviselő urat. Koszorú elhelyezésére felkérem a Mezőtúri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Karcagi Tankerületi Központ képviselőit. Koszorú elhelyezésére felkérem a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. Képviselőjét. Koszorú elhelyezésére felkérem a Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet képviselőit. Koszorút helyez el a Mezőtúri Református Egyházközség és oktatási, valamint szociális intézményei.
mezőtúri evangélikus egyházközség koszorút helyez el. Koszorút helyez el a Fidesz Magyar Polgári Szövetség, a Túri Polgári Kör és a Fidelitas Mezőtúri Szervezete. Koszorút helyez el a Jobbik Magyarországért mozgalom mezőtúri szervezete és a Jobbik ifjúsági tagozat mezőtúri szervezete. Koszorút helyez el a Magyar Munkáspárt mezőtúri szervezete. Mezőtúri Lokálpatrióta Egyesület is elhelyezi a megemlékezés virágait. Koszorút helyez el a Politikai Foglyok Szövetsége mezőtúri szervezete és az 56-os Vitézi Lovagrend képviselői. Nagykun-Szolnok megyei Nemzetőr Egyesület Nagykunság kistérségi szervezete koszorút helyez el.
Fővárosi Hagyományőrző Klub. Koszorút helyez el a Hári Dunánt Klub. Kérem a magánszemélyeket, helyezzék el a kegyelet és az emlékezés virágait. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az aradi vértanúk emléknapja alkalmából rendezett megemlékezés ezzel véget ért. Köszönöm figyelmüket, és hogy jelenlétükkel megtisztelték a városi megemlékezést. Zárásként kérem önöket, énekeljük el közösen a szózatot.